Rio, Rio, Hungária, Rio, Rio, Hungária, Rio, Rio, Hungária. Meglepődtünk, hogy itt vannak be a magyar szurkolók a stadionban. Hogyan jutottatok be? Mi is meglepődtünk, hogy bejutottunk. Ha nem is tudom, hogy elmondjam-e. Lényegében nagyon szépen köszönjük a Bolla Bendegúznak, hogy bejuttatott minket ismét erre a mérkőzésre. Már nem először, úgyhogy nagyon köszönjük és szurkolunk neki, hogy játszom ma. Aztán minden bele. Milyen kapcsolatotok van a Bolla Bendegúznak? Igazából egy nagyon jó ismerősünkön keresztül, és lényegében ő intézte ezt a jegyet, úgyhogy Sanyinak is nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. És hát most ketten lesztek, akiknek szurkolniuk kell itt a stadionban, mennyire lesznek hangosak? Szerintem eléggé. Lehet, úgy gondolom, hogy a 90 percen keresztül, ameddig bírjuk, szurkolni fogunk. És reméljük, hogy mindenki hallani fogja a tévéken keresztül és bárhol, bármikor. Edzettétek valamivel a hangszálaitokat erre a mérkőzésre? Mondhatnám, hogy igen, de nem. Az eddigi meccsekkel. Hány meccsen voltatok kint eddig? Én lényegében az összes idegenbeli meccsen, az összes hazai meccsen, sajnos egy meccsen nem fogok tudni elmenni, és az utolsó meccs, úgyhogy remélem, hogy itt mi ketten, ha csak ketten leszünk, ki tudjuk szurkolni a továbbjutást. Remélem. És a győzelmet. És mit tippeltek a mai mérkőzésre? 1-3. 1-3. És hogyha meg lesz az EB-re valaki jutás, akkor hol folytatódik az este? Az az igazság, hogy nagyon korán indul a repülőgépünk, de mindenki épp megpróbálunk valahol kocintani. Aztán majd kiderül. És ha meg lesz az EB részvétel, akkor menj majd a jegyekért is a hajt? Mindenképpen. Mi rajta leszünk, hogy kijussunk. Az utolsó két EB-n, ugye, amire kijutottunk, minden mérkőzésen ott voltunk, úgyhogy reméljük, ez folytatódik továbbra is. Most a végére kérek egy hajrá magyarokat nagyon hangosan. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!